Szép jó estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Ma esti vendégem Egerházi Attila, a Székesfehérvári Balett Színház igazgatója. Tisztelettel köszöntelek, örülök, hogy itt vagy velünk. Köszönöm a meghívást. Örülünk, hogy itt vagy velünk a társulatoddal együtt Székesfehérváron. Kinyílt egy ajtó, mondhatjuk azt, hogy csupa nagybetűvel. Most azonban arra azokra az ajtókra leszünk kíváncsiak nézőinkkel együtt, amelyeket te nyitottál ki magadnak, a táncosoknak. Egy idézet következik. Ő különböző magasságokat és mélységeket él meg, mindig ezekből táplálkozik. Számomra mindig talány volt, hogyan lehet táncban kifejezni az érzelmeket, mert én végül is egy eszköz vagyok. Ő segít nekem azzal, hogy lépéseket ad. Én egy verset mondok el, de aki a verset megírja, az egy csoda számomra. Alessia Popovát idéztem. Azt hiszem, hogy ez egy csoda gondolat a Kossuth Díjas balettművésztől, és fontos is. Most ennek tükrében fogunk beszélgetni a pályafutásodról, hogy jutottál el eddig. 1964-ben születtél, de ez mellékszál. A budapesti srácot hogy érinti meg a tánc? Hiszen 16 esztendős korodban már elkezdtél táncolni, de annak nyilván volt előzménye is, hiszen ez ritkaság, hogy valaki a balett felé orientálódik, ha szereti a táncot. Igen, főleg ma napság ritkaság, azt látom a fiatalok körében, legalábbis a kortárstánc vagy a balettáncra kevesebben mennek, mint az én időmben. Engem késő érintett meg a tánc, vagy csapott meg a táncele. Nem úgy későn, hogy este 10 órakor, hanem a koromhoz képest későn, de volt erre példa. Nálam sokkal nagyobb táncosok, például a Nurajev, Rudolf Nurajev, talán nem kell bemutatni a nézőknek, ő elmúlt azt hiszem 16 éves, amikor elkezdett tánccal foglalkozni. Na hát én is elmúltam 16 éves, amikor elkezdtem tánccal foglalkozni, de valahol ott lappangott bennem a tánc. Igazából én mindig színész szerettem volna lenni, én komolyan készültem erre a pályára, szavaló versenyeken indultam, és mondhatom büszkeséggel, hogy nyertem is, és nagyon jó műhelybe tanultam a színház, a színművészetet, a Nemzeti Színház stúdiójába, Bodnár tanár úr, legendás Bodnár tanár úrnak az évfolyamába, Monták tanár úr tanított beszédtechnikára, Armanddal, Kautsky Armanddal, Spilák Klárival, szóval tehát elég népes azóta csapattal, akik azóta színészek lettek, és egyszer csak ott találtam magam, most nem mesélem el, arra nem elég a mi időnk, egyszer csak ott találtam magam a balettteremben, Jeszenszky Endre mesternél. Az is egy kalandos út volt, hogy jutottam el oda. Mozgással is akartam foglalkozni, egyébként mindig sportoltam, intenzíven sportoltam, és tanultam zenét, klasszikus gitározni körülbelül 6 évig. Tehát a zene meg volt az életemben, a mozgás meg volt, és a színház, és egyszer csak a Jeszenszky mesteri iskolában azt mondtam, hogy én hazaérkeztem, hát itt van az én otthonom, hát itt a színház, itt a színjátszás, hiszen a táncművészek egyúttal színészek is. Itt a mozgás, itt a sport, és itt van a zene, és mindez egyben a táncművészet, úgyhogy ez egy ilyen, úgy mondják, hogy azt hiszem aha élmény volt, hogy én akkor hazaérkeztem. Tehát Jeszenszky szélesre tárta a kaput. Jeszenszky mester azt mondta nekem, mert tudta, hogy én színész mellékágon kezdtem el tánccal foglalkozni, és akkor színészi pályára készítettem, és azt mondta, hogy hát ide figyelj, fiam, én benned látok fantáziát. Akkor ugye ő volt az egyetlen olyan mester, akinél lehetett tanulni, de a lehető legjobb. És azt mondta, hogy én színész nem tudok bele, abban nem tudok segíteni, hogy színész legyél, de ha azt csinálod, amit én mondok, és úgy dolgozol, ahogy én kérem, akkor én azt garantálom neked, hogy te egy nagyon jó táncművész leszel. Na, ebbe félig lett igaza, én nem lettem egy nagyszerű táncművész, mint imént említetted Alessia Popovát, de meg én említettem Nurajevet, ebbe a magasságokban nem értem el, mint táncművész. Nem voltam rossz táncos, de úgy látszik, hogy én inkább az alkotói pályán teljesedtem aztán ki. Persze egy elég komoly táncművész múlt is van mögöttem. De ez tudatos volt, hiszen Bécs, Stuttgart, Párizs után. Somlyóval szabadon akármi volt és lesz akármi, nem lehet meg nem találni azt, ami megtaláltatott, akármi volt és úgy, ahogy. Tehát ez egy, legalábbis nekem úgy tűnik, ahogy a pályafutásról olvastam, hogy mindig tudatos lépéseket tettél
minden egyes pillanatban. Legyen az a koreográfia, legyen a táncművészet különböző ágai, hiszen belemélyedted. Ha mestereid, de tényleg nem sorolom fel, de Andrej Legorszkitól Matt Metoxig, azt hiszem, hogy és 8-10 nevet fel kéne sorolnunk, tehát ez egy teljes szín. Igen, tulajdonképpen ez nagyon fontos, amit mondasz, a tudatosság. Szerintem az életben is nagyon fontos, egy művésznek is nagyon fontos, hogy tudatosan dolgozzon. Egyszer Seregély László mondta nekem azt egy beszélgetésünk során, hogy tudod, amikor én koreografálok, akkor mindig egy piros lámpa így villog a fejem fölött, egy képzeletbeli piros lámpa, hogy amikor csinálok egy mozdulatot, egy lépést, akkor, hogy annak van-e jogosultsága, miért? Mindig ott az a kérdés, hogy miért, és hogy mi vezet abba az irányba. Nem csak azt kell tudni, ezt meg én mondom, de szerintem nagyon sokan, hogy mit szeretnél csinálni, azt is, hogy mit nem. Ez a koreográfiában is igaz, hogy mit nem megcsinálok, az is nagyon fontos, hogy mit nem csinálok meg. De igen, a tudatosság szerintem fontos a művésznek, mert főleg az a művészeti ág, amit én is művelek, abban nagyon fontos a szókincs. A szókincs és a technika, a tánctechnika. Nem azért, hogy azt mi reprezentáljuk, arra ott a klasszikus balett, ami egyre jobban az akrobatika felé tolódik el. Persze elég akrobatikus az a kortárs tánc, amit én is művelek. Én már meg se tudnám csinálni azokat a mozdulatokat, amiket kérek a táncosoktól. De az, hogy minél gazdagabb legyen az az eszköztár, az a szókincs, amivel az ember igyekszik kifejezni magát, vagy szeretné kifejezni magát. És akkor az még mindig csak az alap, mert aztán ott van az a lényeg, ami belülről kikívánkozik az emberből, és tulajdonképpen ez az eszköztár segíti meg azt, hogy az manifesztálódjon mozdulatokban, mert nem más a tánc, mint a testtel, az emberi testtel a térbe mozdulatokat rajzolni. Lényegében a képzőművészet is csak az vászonra teszi. Izmail Ivo és Bécs ebben mennyit segített? Nagyon sokat. Mindenki, aki nekem mesterem volt, hát az legalapvetőbb nyilván a Jeszenszky mester, aki nem csak a szakmát tanította meg nagyszerűen, hanem olyan emberi tartást, művészi tartást és szeretetet, és ez az kulcs szó, azt gondolom, a művészet szeretetét és tiszteletét, egymás szeretetét és tiszteletét, mert ott a társulatban ő nagyon komoly disziplinát tartott, tehát az egy nagyon összetartó, erős társulat volt. Úgyhogy nagyon sok mindent megtanulhattam tőle. A rendszerváltás esztendeje rendszert váltott a te életedben is, hiszen hazajöttél a Magyar Állami Operaház Balett társulatához szerződtél. Ez előrelépés volt, hasznosíthattad azt, amit tanultál mindaddig, hiszen utána már közvetlenül a táncszínház, és jöttek a koreográfiák is. Tehát ott megvolt a kettősség. Ez elégedettséggel töltött el, vagy tudtad, hogy a te utad most már majd a koreográfia hús felé vezet? Egyrészt azt mondtam, hogy a tudatosság nagyon fontos, a másik ugyanilyen fontos, hanem még fontosabb az intuíció, hogy engedjünk intuíciót, ne döntsünk el mindent, nem is tudunk mindent. John Lennon mondta talán egyszer, hogy mi eltervezünk valamit, aztán valami egész más történik, ezt nevezzük életnek. Na most nem szabad ellenmenni az árral. Tehát én azért mindig hagytam nyitva magamnak egy olyan rést az életembe a tudatosság mellett, hogy intuíció, hogy legyen, aminek lennie kell, és mindig volt egy kéz, ami engem vezetett, és egy láthatatlan, de érezhető kéz. Na most az minden lépés az életemben, amit tettem, azt gondolom, még az is, amik mondjuk elhibázott lépések voltak, előre vezetett engem, hiszen abból is tanultam. Hiba nélkül nem lehet tanulni, nem szabad félni hibázni, de ez most nem azt jelenti, hogy ez hiba volt, hogy hazajöttem, sőt, ez egy nagyon komoly előrelépés volt, hiszen egy olyan ajtó nyílt ki a Magyar Nemzeti Balettbe, ami azt hiszem én voltam az első táncos, akit úgy vettek fel, hogy nem a balettintézetből sétált át, mert akkor még ott volt szembe a balettintézet, és akkor csak onnan lehetett bekerülni. Én voltam az első olyan táncos, aki nem járt soha balettintézetbe és szerződést kapott. Ez egy nagy kihívás volt, és nagy lehetőség, hiszen nagyszerű mesterekkel dolgozhattam, imént említettem Seregi Lászlót, de ő mellette számos más mesterrel és külföldiekkel is. Nagyon sokat tanulhattam ebbe a nagymúltú társulatba, 12 szezon töltöttem el, és mindig volt egy paralel, egy párhuzamoság az életemben, hiszen amit én Bécsből hoztam haza, a kortárs táncot, azt én tovább folytattam akkor a Budapest Táncszínházba, aminek alapító tagja voltam, és tulajdonképpen én párhuzamosan dolgoztam, kettős
kettős életet éltem, ha lehet azt mondani, de nem úgy, mint Kafka, hogy a bürokrata volt hivatalban, és aztán ő otthon megíró, hanem művészként folytattam a kortárs táncot a Budapest Táncszínházba, ott elkezdtem tanítani koreografán, és később Harangozó Gyula, akkori balettigazgató, látta bennem a fantáziát, tehetséget, és azt mondta, hogy akkor nekem ad lehetőséget arra, hogy az Operaházba is, mint koreográfusként. És ez meghozta ugye 2003-ban a Harangozó Gyula díjat is, és közben pedig kinyílt három ajtó. Pécs, Debrecen, Gödöllő. A Gödöllő az abszolút új volt, Pécset tudjuk, hogy volt múltja a balettnek, Debrecenben nem annyira, de azért mondhatjuk azt is. De Gödöllő teljesen új volt, ami országos sikert hozott mindenféle értelemben és módon, független attól, hogy azért olvastam róla, hogy a háttér gondolatban megvolt, de ugye az átkozott pénz az nagyon-nagyon hiányzott. Igen, ez... A pénz nagyon sok mindent meg tud határozni, hogyha engedjük neki, de valóban ott Gödöllőn egy olyan struktúrában dolgoztam, amit korábban nem, hiszen ott egy megkóstolhattam a függetlenek kenyerét, három évig vittem ezt a társulatot, a város támogatott bennünket. Nyilván nem egy nagy városról beszélünk Gödöllő esetében, de a szándék megvolt, de azok az álmok, azok a tervek, illetve azok a lehetőségek, amik akkor ott megvoltak, azt a város nem tudta anyagilag olyan mértékben legalábbis, és hangsúlyozom, olyan mértékben támogatni, amilyen mértékben mi azt szerettük volna, vagy jó lett volna, de... Becsületére legyek mondva, hogy maga a szándék már nagyszerű volt, természetesen kaptunk anyagi támogatást is, de nagyon fontos, hogy az a táncszínház, amit én létre szerettem volna hozni már akkor ott Gödöllőn, akkor az a támogatás nem volt elegendő, illetve akkor egy olyan kihívás elé álltam, vagy olyan kihívás állt elém, inkább úgy mondanám, aminek nem lehetett nemet mondani, ekkor mentem Csehországba, a South Bohemian Ballettet, a dél-csehországi társulatnak. Ugyanakkor még térjünk vissza, az általán nagyon-nagyon tisztelt és kedvelt Kán Zsuzsa írta, a táncművészet főszerkesztő, ezt Igen. a mondatot. Egerházi, amit az Egerházi a táncosaitól elvár és meg is kap, az a hazai kortárs balett magas iskolája. Ennek ellenére, ez ugye a Gödöllő időszakra vonatkozik. Ez egy nagyon erős társulat volt, nagyon komoly művészekkel. Ennek ellenére elindultál, egy másik utat választottál Csehországba. Igen, elmondtam a hátterét, tehát akkor úgy éreztem, és valószínűleg jól éreztük, nem én egymagam csak, hanem a kollégáimmal együtt, hogy szűk lett nekünk az a tér, az a világ, és el kell indulni egy másik irányba, ahol egy komolyabb szinten tudjuk művelni a művészetünket, hogy így fogalmazzak. Egy nagyon erős csapat jött létre. Még egyszer mondom, akkor sokat köszönhetünk Gödöllőnek, illetve kaptunk állami támogatást is, amiből tudtunk működni, de az egy behatárolt keret volt, és egy nagyon komoly felkérés, illetve hát egy pályázatra kértek fel, hogy pályázzam meg a South Bohemian Ballettnak a balettigazgatói pozíciát. Ez egy 65 éves nagymúltú társulat, és többen támogattak, hiszen Csehországgal nekem régi kapcsolatom volt, már akkor 10 évre visszamutató kapcsolatom volt. Ez csak nem 10 esztendő volt. Igen. Azért ez sok. Amit eltöltöttem, ez 7 év volt. És a szürkében vajúdás meg a rejtelmes semmi, az nem a te világod. Hát nem, mert olyan szűkre szabott az idő, amit itt eltölthetünk a Földön, az legyen akár 50 év, vagy 70, vagy 80 év az alatt az embernek feladata és dolga van, azt gondolom is. Te mondtad, hogy műhely munkáról van szó, a társadalmi lét legnagyobb előnye a projektekkel szemben, hogy az alkotók együtt fejlődve hoznak létre nagyon magas minőséget. Ezt tartod? Ezt vallom. Ezt azért tudom, mert megpróbáltam, és mai napig, ha alkalom úgy szüli, akkor én projektekbe is szeretek dolgozni, hiszen ez egy teljesen más Ennek kihívások. Tükrében jöttél Székesfehérvárra is? Abszolút. Hát, Tehát ezt lefektetted a városvezetőknek a tárgyalások során, hogy egy ilyen jellegű és típusú társulatot kívánsz létrehozni azokkal, akiket hoztad, ugye először
bocsánat, négyen voltatok, vagy négyen voltak? Igen, négy táncművész érkezett velem. Nem is kellett nagyon lefektetni, mert azt gondolom az első pillanatban, amikor elkezdtünk erről polgármester úrral és alpolgármester asszonyal, illetve a városvezetőséggel erről a kérdésről beszélgetni, mi egyetértettünk, nem is kellett nagyon magyarázkodni. Szerintem, ahogy ezt megismerték az én elképzelésemet, ez ők is, a városvezetés is így kívánta, hiszen szerintem ők is érzik, hogy ebbe van az érték, hiszen a városban működik egy színház, az is egy műhely. Tehát van ennek referencia, még akkor is, ha más műfajról beszélünk. Ez. Tehát ezt az elveid nem változtak, ugyanakkor nem. Azt nagyon is jól tudjuk, tehát a táncosok nyilván tudják, nem csak az a négy, hanem akik időközben érkeztek és majd érkezni fognak, hogy a te pódiumod aranyszögekkel kivert. Tehát nem egy könnyű eset, Egerházi Attila. Nem hiszem, hogy igen, valószínűleg nem egy könnyű eset, de én akiket én megtalálok, illetve akik engem megtalálnak, és velem szeretnének dolgozni, és akikkel én szeretnék együtt dolgozni, mi egy platformon vagyunk, nem a könny, tehát nem olyan emberekkel dolgozom, akik a könnyűségét keresik az életnek, hiszen komoly eredményt elérni csak is munkával lehetséges, és pont ezek a kihívások teszik értelmessé az életet. Tehát elutasítjuk ezúttal Somlyót, aki ugye azt mondta, hogy földbe bújok, árkotások, gyökérbe fonnak apró megalkuvások, tehát megalkuvásról szó sincs. Nem, megalkuvásról nem, de kompromisszumokról igen. Kompromisszumok nélkül nem lehet élni, hiszen nem egyenlően élünk a Földön. Természetesen értelmes kompromisszumok, amik magát, az alapelvet és a célt nem veszélyeztetik, azokra igenis szükség van. Tehát a társulatépítésnél tartottunk. Mi az ideális egy társulatépítésnél? Hoztál négy olyan táncost, tehát jöttek veled, akikben maximálisan megbízol, akik az alapját adják ennek a társulatnak. Melyek a kritériumai annak a táncosnak, aki hozzád szeretne kerülni? Mi az alap? Ez egy nagyon jó kérdés, mert a pontos választ én magam se tudom, hiszen mint minden az életben és a művészetben ízlés dolga. Nekem van egyfajta ízlésem, és van egy disziplína, amit én is kaptam, örököltem, és elvárok a táncosaimtól. Az, hogy mi az alapja, vagy mi a sikere egy jó tánc együttesnek, azt én nem tudom megmondani. Talán az lehet, hogy az ember fektesse le pontosan azt magába, tudja, hogy mit szeretne, honnan, hova szeretne eljutni, legyen egy kialakult ízlésvilága elképzelése arról a művészetről, amit művelni szeretne, és ahhoz próbálja megkeresni a társakat, akik hasonlóképpen gondolkoznak, éreznek, és cselekszenek. Én azt gondolom, hogy a próbatáncok során én nagyon komplexen nézem a táncosokat. Elsősorban legyen nagyon felkészült, amennyire csak lehet, technikai, tehát balettechnika, kortárstechnika, jártasság, ez az alap. És ezen felül legyen egy olyan izgalmas egyénisége, ami a közönség számára is izgalmas, amire érdemes bejönni. Az a különleges formanyelv, ami a tiéd, az vonzó a mai táncosoknak? Azt gondolom, ezt nem nekem kellene megválaszolni igazán, de ha azt nézzük, hogy mennyi táncos érdeklődik a társulat iránt, vagy mondjuk azt, hogy, mert ez még egy új társulat, ugye augusztusban alakultunk, még nem is volt igazán próbatánc, de mondjuk Csehországban a legutóbbi évben, amit ott eltöltöttem, ott azt hiszem 240 táncos jelentkezett a próbatáncra, ami egy elég jelentős figyelemreméltó létszám. És mindig azt tudni kell, hogy a táncosok úgy keresnek műhelyt a világba, hogy ahol izgalmas a repertoár, vagy izgalmas irányba, vagy számukra izgalmas irányba fejlődik a társulat. Tehát ez egy értékmérő lehet, vagy egyfajta értékmérő lehet. És itt is nagyon sok táncos érdeklődik, amíg meg nem alakult együttes iránt is, hiszen jelenleg is most 6 ösztöndíjassal dolgozunk, tehát 13 fő a közalkalmazotti státuszban dolgozó táncművészünk, és 6 ösztöndíjas, aki tulajdonképpen ösztöndíjasként tanul nálunk. Azt mondtad, hogy 10 esztendő kell egy társulat felépítéséhez, de bízol abban, hogy 5 esztendő talán elég lesz. Igen. Hol tart ez a folyamat? Tehát továbbra is tartod, hogy gyorsítani lehet a táncszínházzá válást? Ezen vagyunk.
lehet gyorsítani, de megvan a maga ideje, hiszen tulajdonképpen itt együtt kell dolgoznunk a várossal, együtt kell dolgoznunk a közönséggel, együtt kell dolgoznunk a táncművészekkel, a munkatársaimmal, és tulajdonképpen ez nem egy one-man show, ez egy nagyon komoly csapatmunka, és ezt én egyedül nem tudom megmondani, hogy ezt milyen gyorsan érjük el azt, hogy ez a társulat valóban ismert legyen, ez a társulat stabilizálódjon olyan értelemben, hogy egy erős repertoárja lehessen, ezen dolgozunk, ennek az első lépése most majd a diótörő bemutatunk, ami hamarosan decemberben. Az eddigiek során ugye a visszajelzések nyilván megérkeztek hozzád, nagyszerű estéket töltött itt egy olyan közönség, aki hangsúlyozom, nagyon ritkán jut hozzá a baletthez, már mint ahhoz a szintű táncszínházhoz, amit te és társulatot képviselsz. Mit gondolsz a visszajelzésekről? Hát nagyon jól eső. Azért nagyon jól eső, mert titkon ezért jöttünk, titkon ezt reméltük. De az, hogy ez a csoda megtörtént, tehát hogy az emberekhez az üzenete eljutott, a táncszínház üzenete, és tudták úgymond irodalmi hasonlattal éve olvasni a mi darabjainkat, pedig aztán nem cselekményes balettekkel léptünk színre. Mondjuk nem nehezen értelmezhető produkciókkal, de mindenféleképpen táncversekkel, amiknek nincsen kapaszkodója, nincsen cselekménye. És az, hogy két estét úgy töltöttünk meg ismeretlenül, hogy a Vörösmarty Színházban, hogy állva tapsolt a közönség, hosszan ünnepelte. Az első alkalommal még azt mondtuk, és valószínűleg így is volt, hogy magát a társulatot ünneplik, ami egy nagyon-nagyon jól eső érzés volt, hogy igenis azt mutatja, hogy a városban van egy komoly réteg, aki várta azt, hogy legyen a palettán táncszínház. Ez, tehát van létjogosultság annak, hogy itt vagyunk, és azt csináljuk, amit csinálunk. Ez egy nagyon jó dolog. A második estén már nem lehet erre fogni, ott már magának a daraboknak is szólt, illetve a társulat teljesítményének. Úgyhogy ez egy nagyon biztató jel, de azért nem dőlhetünk hátra. Egyáltalán egy művész az sose dől hátra, akármilyen. A valódi művész, az igazi művész, az bármilyen díjat kapjon, bármilyen siker álljon mögötte, mindig éhes arra, hogy megmutassa magát. Tehát egyik oldalról ez egy óriási kihívás, a másik oldalról pedig ez egy élvezetes párbaj az idővel. Hogyne? Így, ez egy nagyon jó megfogalmazás. Ez egész életünk egy párbaj az idővel. Igen. Én valahogy úgy képi megjelenése ez az egész élet dolog, ez olyan, mint egy ilyen kicbüheli lesikló, nagyon meredek pálya, kinek milyen meredek, és akkor így meglöknek minket ott fönt, és akkor csúszunk, és akkor tanulunk meg síjelni, és még akadályokat is venni, és lehető legjobban venni ezeket az akadályokat. Valóban ez versenyfutás az idővel. Holott persze nem kéne, hogy így fogjuk fel, holott a lassulás is egy nagyon fontos dolog lenne, hiszen ha gyorsan száguldunk el az élet mellett, az is gyorsan száguld el mellettünk, és nem látjuk meg azokat a fontos dolgokat, amikről egy művésznek beszélnie kell. És nagyon fontos, hogy lassulni is tudjunk, és lassú léptekkel haladva szemlélődjünk. Karácsonyra illetve decemberre egy nagyszerű ajándékot kap a székesfehérvári közönség a Diótörővel. Ez egy csoda darab. Milyen lesz Egerházi Attilásán? Hát ez egy nonverbális műfajról szavakba önteni, az olyan, mint a lepke szárnyán a himport megérinteni. Megérintjük, és már nem is tud repülni többet, de azért megpróbálom. Hát a Diótörő az egy olyan valóban csodálatos darab zeneileg is, ugye Csajkovszki egy csodálatos zenét írt hozzá, és tulajdonképpen egy mesebalett, ami kódolva van. Mégpedig a kód, ha jól olvassuk, szerintem a szeretetről szól, és az ünnep pont erre a szeretetre hívja fel a figyelmünket. Az én balettem arra igyekszik felhívni a figyelmet, hogy ne csak azokon az ünnepnapokon is, így egyik legerősebb ünnepünk, ugye a karácsony, a legszebb ünnepünk, ami a szeretet ünnepe, ne csak a naptárban nagybetűs ünnepeken ünnepeljünk, hanem egy hétköznap is lehet ünnep, hogyha a szívünkben ünnep van. Most ez nagyon patetikusan hangozhat, pedig nem az. Tehát, hogyha szoktuk azt mondani ma divatosan, hogy pozitívan éljük meg az életet. Valóban, hogyha mi azt mondjuk, hogy csak
csak az ünnepnapokon szeretnénk szeretni, vagy csak az nem fog működni, mert ez gomnyomásra nem megy. Hogyha egyébként az életünk során nem törekszünk arra, aztán nem mindig sikerül persze, hogy ez a szeretet érvényesüljön. Ez az üzenete karácsony ünnepének, ez az üzenete valóban a diótörőnek, a diótörő mesének, hiszen ott is ugye az egérkirály a harcol, a diótörő herceg, a jó nyer, ott az is a szeretetről szól. Az, hogy merjünk álmodni, mert az álmokból lesz valami. Én is mertem nagyot álmodni kollégáimmal, barátaimmal, a városvezetéssel, és íme ez az álom valóságra vált. Ehhez nem kellett karácsony, hogy mi ezt létrehozzuk itt a várossal közösen, hozzá. De szeretet kellett hozzá, és ez összegeződik majd a diótörőbe karácsony napján, karácsony ünnepén, hiszen kézzelfogható lesz a székesfehérvári balett létezése. És ha már a szeretetnél tartunk, akkor búcsúzzunk egy tipikus egerházis mondattal. Az embernek először meg kell tanulnia saját magát szeretni, hogy másokat is szerethessen, és engedhesse, hogy mások is szerethessék őt. Te magad mondtad. Jó úton jársz, én azt gondolom, és köszönöm, hogy megtiszteltél. Hát én nagyon köszönöm a beszélgetést. Kedves nézőink, Egerházi Attila volt a vendégem, a Székesfehérvári Balett Színház igazgatója. Beszélgettünk sok mindenről. Én azt gondolom, hogy a legfontosabb talán az volt, hogy a társulat építéshez és mindahhoz, amit az ember elkezd és eredményesen szeretné befejezni, illetve megtapasztalni, hogy mit jelent a szeretet, elsősorban önmagában kell keresni ezt. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. További szép estét kívánok. Viszontlátásra.